Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Itt felül látható a két képen az, ami foglalkoztatja őt. Ő mozgásba jön, közeledik hozzád, vagy lesz itt egy új irány, hiszen eléri az élet útján ezt a kereszteződést, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Tehát itt lesz mozgás, egy irányváltoztatás. Amit a kereszt még jelent, az a hite, vagy az, hogy a sors utatok kereszteződik, tehát találkozni akar veled. Itt ez a lovas férfi, ez mindazt jelenti, ami mozog. Ez lehet sport, egy autó, vagy változás, vagy utazás. A második kérdés úgy hangzik, hogy hogyan érzi magát. Itt látható a felhő. Valami átláthatatlannak tűnik számára, és ez kivált még bizonytalanságokat. Itt a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul, hiszen itt változik valami, ez az ő terve. Amit a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatok vagy utazások. Mit fog tenni? Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, tehát tiszta érzelmekkel közeledik hozzád, vagy jelentheti azt is, hogy valamit szeretne tisztázni veled. Itt a ház, az lehet a te otthonod, vagy az övé, ez lehet egy látogatás, vagy valamit tisztázni szeretnétek a házzal kapcsolatban. A ház jelentheti a családi kapcsolatokat is, vagy egy közös otthonnak a tervezését. És mi fűz össze benneteket? Itt látható a koporsó. Nem kell megijedni ettől a kártyától, mert ha ő veled tisztázni akar valamit, és tervez egy közös otthont, akkor az nem azt jelenti, hogy ezt a kapcsolatot szeretné lezárni, hanem jelenteti a koporsó azt, hogy visszatér a múltból, vagy hogy nála záródik le valami más események, vagy más kapcsolatok, és akkor itt lesz egy irányváltoztatás, tisztázni szeretne valamit veled, és akkor itt kiépül valami. Itt lehet egy örökösödési ügy is, amit rendezni kellene, vagy egy régi háznak a kialakítását, és az tényleg lehet a jövőben egy közös otthon. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!